Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Ádám Ráhel újságíró, aki 30 évig volt az Izraeli Rádiónak szerkesztője, főszerkesztője az Izraeli Rádió magyar adásainak, a BBC egykori jeruzsálemi tudósítója, az Izrael hangja főszerkesztője, jelenleg pedig a Hit Rádió futó Shalom Izrael című magazinműsor szerkesztő műsorvezetője. Itt van tehát velünk a vonal túlsó végén, szervusz, köszöntünk a műsorban. Köszönöm szépen ezt a meghívást, és mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlök ebben a nagyon sikeres műsorban, az Ultrahangban, és ott külön téged, aki ennek a kiagyalója, szellemi atya vagy, és ez nagyon-nagyon nagy dolog, mert nagyon jól megy. Gratulálunk! Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. 2022. november 1-én kedden választások lesznek Izraelben. Ugye nem ez az első választás a közelmúltban Izraelben. Az, hogy Izraelben ennyi választás van, az minek az oka, hogy jutottunk el idáig? Igen, ez azt mutatja, hogy Izraelben most ezekben az években, az utóbbi években, tulajdonképpen 2015 óta nincs, nem mondható el, hogy stabil kormányzat és stabil alapokon nyugvó kormányzati rendszer lenne, mert az elmúlt 3-4 évben, ez most már az 5. választások lesznek Izraelben. Tehát a parlamentben megbuktatják a hatalmon lévő megválasztott kormányt, és akkor, és mi ennek az oka? Az az oka, hogy a koalíciót, amit föl tudnak állítani a végül is kormányalakításhoz jutó pártnak az elnöke, az, akiket maga mellé tud állítani a parlamentből, az mindig valahogy egy hajszálon egy kicsit több. Ez a lényeg. És az, hogy egy hajszálon egy kicsit több, az nem elég. Ugyanígy volt most ugye a Netanyahu, Benjamin Netanyahu, a liberális nemzeti párt, a Likud párt, ami ma is Izrael legnagyobb pártja. A Likud párt élén 12 évig irányította és vezette az országot, kormányfőként, miniszterelnökként, és a legutóbbi, tehát a 4. választásokkor egy olyan patthelyzet alakult ki, amikor az ő általa megnevezett szövetségesek, tehát a 120 tagú parlamentből az általa kiválasztott pártok nem voltak elegendőek ahhoz, hogy kitegyék a 61, tehát egyel több, mint a fele mandátumszámot. És ebben a csatában a másik oldal, a Yair Lapid baloldali pártot vezető, Yesh Atid, van jövő baloldali pártot vezető Yair Lapid szövetséget kötött egy jobboldali párttal, a Naftali Bennettel, aki egy nagyon-nagyon kicsi mini párt, és ők ketten azt mondták, hogy ők viszont föl tudnak állítani, be tudnak mutatni egy 60-nál több, tehát 61 parlamentert, kormánnyal egy tartó parlamentert, mint koalíciót az államelnöknek, és ők ezzel győztek. És ők úgy tudták ezt bemutatni, hogy Izrael történelmében először bevontak egy kis arab iszlamista pártot a kormányba, és hát ennek azért elég nagy ára volt, mert a költségvetésből, ugye az adózóknak a pénzéből elég sokat követelt ennek fejében ez a 4 tagú, 4 parlamenterből álló kis párt. És hát egy ilyen normális, egy ilyen alkú, egy ilyen, ez jött létre, és ők egy évig kormányoztak. Na most az, hogy ez az iszlamista arab párt bejutott, és ő aztán az egy év alatt olyan követelésekkel lépett föl, és olyan teljesíthetetlen elvárásokat támasztott a kormánnyal szemben, ami képtelenség volt, tehát úgy is lehet mondani finoman, hogy hát kicsit zsarolta a kormányt ebben a helyzetben, mert ő volt a mérleg nyelve, ez az arab párt. A kormány összeomlott, és a Naftali Bennett kénytelen volt lemondani és távozni,
és az átmeneti időszakra, tehát a kiírt választásokig november 1-ig, erre a 3 hónapra, az ő rotációs miniszterelnök partnere lett az ügyvezető miniszterelnök, vagyis Jair Lapid erre a 3 hónapra ő lett az ügyvezető átmeneti időszakban a miniszterelnök. És most itt tartunk. Utólag hogy látod egyébként Naftali Bennett ahhoz képest, amit vártunk tőle? Mennyire viselkedett államférfiként? Mert megmondom őszintén, én nem gondoltam volna, hogy ennyire következetes lesz, és még akár meg is dicsérhetnénk. A lemondása miatt, gondolom. Hát nem volt más választása. Tehát ez nem azért mondott le, mert ő annyira önmagában nézett, hogy önkritikát gyakorolt, hanem amiatt, mert látta, hogy ez tarthatatlan, hogy egy koalíció úgy legyen együtt, úgy működjön, hogy tulajdonképpen a háttérben zsarolások folynak. Úgyhogy Naftali Bennett egy borzasztó nagy pálfordulást csinált. Naftali Bennett a politikai karrierje során mindig egy baloldallal szemben álló politikus volt, és egy nagy baloldal bíráló, baloldali ideológia bíráló volt. És nem egyszer, ugye, megjelent szalagcímként a BBC-ben, a CNN-ben, tehát a világ sajtóban, hogy ő a radikális jobboldalnak a képviselője. A Baita Yehudi, vagyis a zsidó otthon nevezetű pártjával együtt. És a pártnak a tagjai is, akiket akkor a múltban maga mellé gyűjtött, azok is ilyen hasonló véleményen voltak, és Izraelnek a nemzeti voltát, Izraelben a telepes lakosság, akik a vitatott területeken telepettek le állami támogatással, állami engedéllyel, tehát nem vadon, mint ahogy ezt sokan ugye rosszul gondolják. Ők ezeket az embereket képviselte, mondván, hogy ezeket az embereket, a telepeseket oda küldte az állam, és ott a támogatását megadta az állam, és bizony ezeket a telepeseket folyamatosan támadás éri, és ők vannak ott az ütköző zónában, a tűzvonalban. És ő egy ilyen politikát képviselt, és emiatt ő nagyon népszerű volt. És azt, amit ígért ennek a közönségnek, ennek a választó közönségnek, akik bíztak benne, hogy majd az érdekeit képviseli, ha bekerül ugye a parlamentbe, ezeknek teljesen hátat fordított, és egészen 180 fokos fordulattal más csinált, mint amit mondott. És szövetséget kötött az olyan baloldallal, mint például a szélsőségesen baloldali Merec, vagy például a koalícióba belépő, ugye, iszlamista arab párt. Tehát ezek azért nagyon-nagyon-nagyon súlyos döntések voltak a részéről, és ő szerintem az egyéves pályafutása alatt ő erre rá is jött, hogy ez óriási nagy hiba volt, és ő nem gondolta, hogy mint jobboldaliként egy csomó mindenről lemond, és mégis kiegyezik, és csatlakozik a baloldalhoz, és akkor mondjuk a baloldalnak az a szárnya, ahol az iszlamista arab párt helyezkedik el, az pedig nem mond le, hanem még szélsőségesebb követelésekkel lép fel vele szembe, mint miniszterelnökkel szembe. Tehát ő neki, a Naftali Bennettnek a belépésének a feltétele az volt, hogy ő miniszterelnök lesz, holott egy olyan kis párt élén állt, aminek összesen 6 képviselője volt. 6 képviselője jutott be a parlamentbe. Tehát őben egy ilyen érzés is volt, hogy most van itt a lehetőség, hogy én 6 parlamenterrel miniszterelnök legyek. Tehát ez is benne volt azért a döntések között. November 1-én már az 5. választást fogják megtartani Izraelben. Az első
három választás az azért ismétlődött meg, mert senkinek nem sikerült kormányt alakítania. Negyedszerre sikerült, és nem a Likudnak, hanem különböző baloldali pártok arab összefogással tették ezt meg. Baloldali pártok és időnként még a Likudból kiszakadt pártok is. Most mire lehet számítani, mit mondanak a számok? Kimondhatjuk, hogy megerősödött a Benjamin Netanyahu vezette Likud? Megerősödött. Itt vannak előttem a becsléseknek a középértékét, átlagát kiszámoltam, és az úgy néz ki, hogy a becslések, tehát a különböző közvéleménykutatások, felmérések szerint, és annak az átlaga szerint 32 mandátumot szerezhet a Likud, és a vele szemben álló Yesh Atid, tehát a Jair Lapidnak a pártja csak 24-et, de mindesetre ez a 24 is azért nagyon meglepő, mert ahhoz képest, hogy ilyen 10-valamennyik voltak az előző választásokon a Van jövő, tehát a Lapid pártnak, azért ez megerősödést mutat mindenképpen. Ennyit számít egy hivatalban lévő miniszterelnök, még akkor is, ha rövid ideig van hivatalban? Igen, én szerintem ő sok olyan dolgot csinált, ami hát például egy olyan bejelentést tett, hogy ő eltörli azt, hogy be legyen írva a személyigazolványba, vagy bárhol nyilvántartsák a nemzetiséget. Ez tehát, miért fontos az izraelieknek? Ez hát azért fontos, mert azért az izraeli lakosságnakból a 9 millió 400 ezerből, ne felejtsük el, hogy 2 millió az izraeli arab állampolgár, a teljes jogú izraeli arab állampolgár, és nekik be van írva a személyigazolványukba, akárhova mennek, hogy arab, és hogy muszlim a vallása. Be van írva. Na most, ezen kívül azoknak az orosz bevándorlóknak, akik az ortodoxia, a zsidó ortodoxia monopóliuma miatt nem lettek elfogadva zsidóként, azok közül is van több százezer, akiknek szintén be van írva, hogy ők nem zsidók, pedig mondjuk édesapa részéről, hát az egész család ugye zsidó, vagy ilyesmi. Tehát vannak ilyen, és hát vannak olyanok, akik eleve Izraelben élnek, és keresztények, és nekik is ugye be van írva, hogy keresztény. Tehát ehhez senkinek semmi köze végül is, hogy valaki a készhez kapja a személyigazolványt, hogy ugye ezt valaki, nem tudom, egy banktisztviselő ezt lássa és megállapítsa. Úgyhogy emiatt azért van körülbelül olyan 3 millió ember, akik ugye egyharmada az összlakosság, akik azt mondják, hogy ebben ők nagyban támogatják a Jair Lapidnak a kezdeményezését. Most amiben viszont ő nem erős, és nem támogatják, és nagy a közfelháborodás, és ez azért mindenképpen a Netanyahu, vagyis a Likud oldalára billenti az a biztonságpolitikai kérdések. Például az, hogy Jeruzsálemben egyre erősödik a feszültség. Júdea Szamária területén egyre erősödik a feszültség. Jó, ebben nem csak a Jair Lapid a hibás, hanem a Benny Gantz, aki a védelmi miniszter, is a hibás, mert ugye hát most, amikor beszélgetünk, akkor azt kell mondanom, hogy csak 3 terrorcselekmény volt az elmúlt 24 órában. És ezeknek a többsége azért, mint Jeruzsálemben koncentrálódik, és Jeruzsálemben új terrorszervezetek hirdetik magukat, hogy most már aztán jönnek, aztán majd most már lecsapnak és támadnak. Ezek palesztin terrorszervezetek? Igen, igen. És hát az ISIS 2 héttel ezelőtt az ISIS bejelentette, hogy soha ilyen erős nem volt Jeruzsálemben. A Hamas szintén közölte, hogy szövetséget köt az ISIS-szel, és milyen nagyszerű lesz majd ez a szövetség, amikor lecsapnak egész Jeruzsálembe. Jeruzsálemre, és hát ott van az Oroszlánok Barlangja nevezetű új terrorszervezet, ami
Schemben és Jenin környékén hirdeti magát. Tehát ezek problematikus dolgok, s meg kell mondanom, hogy én tapasztalatból, aki ugye ott éltem több mint 30 évig Jeruzsálemben, sokkal nagyobb volt a biztonság, és sokkal nagyobb volt a nyugalom a Netanyahu időszakában, akitől tartottak is az ilyen terrorszervezetek is. Ugye emlékezhetünk a kerítésépítésre például. Hát például az már a kerítésépítés az már Sharonnal elindult, tehát és Sharon ugyancsak likudos, ugye, Sharon idejében elindult, és de mindezzel, hogy ugye Jeruzsálemet, Nagy Jeruzsálemet körbevették kerítéssel, és helyenként ugye, ahol sziklás és könnyű átjutás van, ott fallal át körbevették. Ettől függetlenül azért az is hibás, hogy azt mondják, hogy a megszállt Jeruzsálem területe, mert teljesen, aki Jeruzsálemben járt, vagy járt, teljesen egybe van nyitva a keleti városrész a nyugati városrészsel, és nyugodtan jöhetnek át a keleti városrészből az ott élő arab, kelet-jeruzsálemi arab lakosok, és a zsidó polgárok is, ha kedvük van, akkor ellátogathatnak a keleti városrészbe, a nyugati városrészből. Így hát Jeruzsálem teljesen nyitott kellene, hogy legyen, és az is, csak hogy ugye ezt nem szabad lenne megengedni, és a biztonsági szerveknek sokkal keményebben kellene dolgozniuk és fellépniük, hogy a terrorszervezetek ne fészkelődhessenek be, és ne bontsák meg a városnak a nyugalmát. Úgyhogy ebben a Yair Lapid vezette baloldal az nem erős, és abban sem, hogy ugye kötött egy olyan megállapodás tervezetet az amerikai kormányzat Joe Bidennek bábáskodásával és a Macron francia elnök bábáskodásával Libanonnal közvetítők útján, nem egyenesen, közvetítők útján, hogy Izrael nagy, több mint 800 négyzetkilométeres tengeri területéről, ahol gáz van a tengerfeneke alatt, ott azt átengedi a szerződés értelmében, Yair Lapid átengedi Libanonnak. Na most Libanonban a síta Hizbollah terrorszervezet van hatalmon, és azt senki meg nem akadályozza, hogy a síta Hizbollah terrorszervezet uralja a parlamentet, az állami gépezetet, a hadsereget, és Libanonnak a területét, és különösképpen Dél-Libanon területét, ahol a 2006-os libanoni háború után fegyverzetmentes övezetnek kellene lenni a Litáni folyótól délre, tehát egészen Izrael északi határáig, és ezt senki nem tartatja be, pedig a nagyhatalmak garanciát vállaltak ezért, hogy ez így lesz, de ez nem lett így egy pillanatig sem. És a Hizbollah terrorszervezet nyugodtan ott irányíthatja Libanont, és egy ilyen terrorszervezettel való közvetítés útján enged át egy hatalmas területet a tengerből Izrael Libanonnak gázkitermelésre, azzal a felkiáltással, hogy ettől majd megerősödik a két ország közötti nyugalom és a biztonság. És tényleg megerősödik, vagy ez Izrael részéről egy óriási és aránytalan lemondás? Ezt most nem én fogom mondani, hanem több mint 6000 izraeli biztonsági, katonai, rendőrségi tiszt az, aki kinyilvánította, hogy nem szabad ebbe belemenni. Békekötés nélkül a Hizbollára építeni, hogy betartja a szavát, ebben nem szabad Izraelnek bele mennie. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes dolog az ő véleményük szerint, de hát csak tapasztalatból és mint újságíró mondom, aki naponta tudósított, a Hizbollah terrorszervezet az nem éppen az az intézmény, akivel
Izrael békét köthet. Azt mondják, hogy az ellenséggel kell tudni békét kötni. Igen, hát Izrael megpróbált az ellenséggel 1993 óta, ugye az Arafatékkal, aztán az Arafaték fejére nőtt a Hamaszékkal. Ezekkel a szervezetekkel nem lehet olyan egyszerűen békét kötni. Látjuk, hogy egyfolytában megy a vérontás. Most visszatérve arra, amit kérdeztél, hogy alakulnak az erőviszonyok, tehát mindenek tükrében a Likud visszatérését nagyon sokan várják, főleg biztonsági okok miatt, és főleg amiatt, hogy nagyon-nagyon megromlott Izraelben is. Hát a megélhetés, a létfenntartás, tehát ott is nagyon erősen begyűrűzött ez a világgazdasági válság, és erre nem találta ki megoldást, hogy ezt hogyan lehetne orvosolni, és azt gondolják a választópolgárok, hogy a Likud, és ha a Likud szövetséget köt a vallásosokkal, akik ugye a baloldali kormányzatok idején nem voltak benne a koalícióban, és mondjuk el tud érni 61-62 mandátumot, akkor egyedül kormányozhat. Ez elképzelhető. De elképzelhető az is, hogy csak 60 mandátumot fognak együtt elérni, és akkor abban az esetben viszont meglepő volt, hogy a Netanyahu bejelentette, hogy nem zárja ki, hogy ugyanazzal a Ra'am nevezetű arab, tehát iszlamista párttal, akivel a baloldal szövetséget kötött és bevette a koalícióba, hogy akkor ő is tárgyalásokat kezd és beveszi a koalícióba. Szóval nagyon bonyolult az izraeli helyzet. Nagyon bonyolult, és az ember csak ámul és bámul, hogy milyen megoldásokra kényszerül az egyik vagy a másik tábor. Viszont ne felejtsük el, hogy van egy olyan lehetőség is, hogy miután a Lapid és a Gantz, tehát a miniszterelnök és a védelmi minisztere között egyfajta, hát eléggé feszült viszony alakult ki, elképzelhető, hogy a Gantznak az új koalíciója, amit Gidon Szárral kötött, és most úgy hívják magukat, a Mahané Hamamlachti, az állami tábor, szóval ez a neve is egy ilyen fura név, az állami tábor, tehát a tábor az államért, így is lehetne fordítani, ők lehetséges, hogy csatlakoznak, ők Likudból jöttek, és hogy visszacsatlakoznak a Netanyahuhoz, viszont akkor ebben az esetben nagyon könnyű kormányzása lesz a Netanyahunak. Úgyhogy ez a helyzet jelenleg választások előtt, november 1 előtt. De akkor, hogyha azt kéne mondanod, hogy mire tippelsz, akkor azt mondanád, hogy Benjamin Netanyahu visszatér és ismét kormányt alakít. Igen, hát nagy a valószínűség. Jelen pillanatban igen. Azért nagyon nagy túlélő Netanyahu, mert sokan már temették, azt mondták, hogy ha itt új kormányok vannak, akkor úgyis az eljárások lezajlódnak ellene, ki fogják zárni, ugye ellene továbbra is vádemelések és egyebek zajlanak. Talán arról is beszélhetnénk, hogy ez most milyen szakaszban van. Igen, hát most már ott tart a dolog, hogy nagyon lehetséges, hogy ebből például vádalkú lesz. Már ott tart a dolog, mert annyira sok bizonyító tárgyalás és bizonyító eljárás volt, ami oda vezetett, hogy most már a lakosság is, meg a közvélemény is tudja, hogy tényleg itt, amiről én olyan sokat beszéltem, egy nagyon-nagyon gyenge alapokon álló kirakatperről van itt szó, és tulajdonképpen ebben a baloldali politikusok és a velük kapcsolatban álló jogtudósok, és ez az egész baráti kör volt az, akik ezt felfújták, és ezt kidolgozták a Netanyahu ellen. Tehát semmilyen, a három ügy egyikében sem tudják megvádolni Netanyahut azzal, hogy korrupció,
hogy csalás, hogy lopás, vagy ilyesmi. Maximum ott tart most a helyzet, hogy hivatali tisztséggel való visszaélés. De az is nagyon gyenge alapokon. Szóval most már ott tart a dolog, hogy ez sikerült a Netanyahunak az elmúlt időszakban nagyon jól tisztáznia. És ezt most már mindenki látja, hogy ezek előre, hát ezek ilyen fabrikált, ilyen kirakat pernek nevezhető ügy. De ebből a szempontból akár jót is tehetett a kényszerpihenő a Likudnak, hiszen legalább az izraeli társadalom látta, hogy milyen az, amikor a másik oldalon. Nekem egy kicsit az jutott eszembe, és van is egyébként a két kampány között áthallás, hogy amikor 2006-ban a Fidesz elveszítette a választásokat, akkor ugye utána pont egy elég válságos időszak jött, aminek következtében aztán a Fidesz, hát most már több mint egy évtizede tud hatalmon maradni Magyarországon, és még mindig oda mutogatnak vissza, hogy emlékezzenek vissza a magyarok, hogy milyen volt, amikor a baloldal volt hatalmon. Hogy egy kicsit, mintha ez lenne Izraelben is, hogy na most láthattuk, hogy milyen az, amikor nagy koalíció, meg különböző formátum irányít. Igen. És érdekesség, hogy nemrég láttam, hogy ugyanaz a választási plakát van Izraelben is, mint amit Magyarországon használt a Fidesz, amin a Magyarországon a bohócok volt, vagy a bohóc volt, meg baloldali politikusok, és hogy a Likud is használta ezt a plakátot. Igen, szerintem biztos, hogy van valami kommunikáció közöttük, és ugye jó kapcsolat, azt tudjuk. Lehet, hogy véletlen, de lehet, hogy ez megtetszett, és azért vették át. De tényleg így van, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok tekintetben egy csomó mindent nem tudott megoldani a rendelkezésre álló idő alatt ez a baloldal, és hát emiatt, és ez látható a felmérésekből, hogy emiatt az emberek nem akarják többé ezt, hogy ők maradjanak. Egy másik apróság például, hogy ugye ez az oltás kampány is, ez olyan erős volt, Netanyahu ott hagyott egy olyan helyzetet, amikor azt mondta, jó, hát rendben van, akkor most már ezen a Covidon túl vagyunk, most már minden szabad, nincs zöld kártya, nem kell, senki nem lesz itt megkülönböztetve, mindenki úgy dönthet, ahogy akar. Erre jött a Bennett, és akkor Bennett azt mondta, hogy hát Kalasnyikovval kellene itten lövöldözni, és mint terrorista, aki nem megy, és nem akarja fölvenni az oltást, és ilyen dolgok, és iszonyú erős. És emiatt körülbelül 1 millió ember elfordult, 1 millió ember elfordult a balold, a Lapid Bennett oldaltól. 1 millió ember. Ha már a Covidot említetted, akkor beszéljünk egy kicsit a háborúról is, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán látjuk, hogy most ott tartunk, hogy állítólag Irán drónokat szállít Oroszországnak, amit Izrael nagyon nehezményez. És Izrael eddig nem szállított még védelmi fegyvereket sem Ukrajnának, most viszont ugye ezzel kapcsolatban elindultak tárgyalások a felek között. Ha jön Netanyahu, akkor mennyiben változhat meg az izraeli hozzáállás? Éppen tegnap adott egy interjút a USA Today-nek a Netanyahu, és abban azt mondta, hogy az orosz agresszió és az orosz támadást elítéli, és ez elfogadhatatlan, és ha hatalomra kerül, akkor mindenképpen ott lesz azok közül, akik merik kritizálni az orosz lépéseket, és azt mondta még, hogy mérlegre fogja tenni, hogy fogja-e Ukrajnát fegyverekkel segíteni. Egyébként ez egy korrekt megjegyzés Netanyahutól, mert most azt láttuk, hogy azért az ukránok meg olyan szinten osztották ki Izrael sok esetben, amit nem is értettem. Így van. Így van, így van. Ez a követelőzés, ez nagyon nem jó, és nagyon nem szép. És ez a követelőzés, ez azt mutatja, hogy milyen lehet a tónus, mondjuk a Jair Lapid és a Zelenszkij között, ugye?
És ez semmiképpen, ez sem pozitív dolog, és az sem volt jó, ebben is sok fekete pontot szerzett a Jair Lapid, amikor ő az első között volt, és rohant, és elítélte Oroszországot, és egyből megígérte, hogy a Zelenszkij, tehát Ukrajnát fogja támogatni, és ez teszi ezt akkor, amikor ott van körbevéve, ugye, Egyiptommal, az arab országokkal, akiknek az Oroszországhoz, a volt Szovjetunióhoz való kapcsolódás az történelmi. Tehát itt nagyon meg kell gondolni, hogy az ember mit mond ki, hogy mit gondol, és mit mond ki. Hát itt ezt sokkal jobban meg kellett volna gondolni, mert ha ugye Putyin fölemeli a kezét, és azt mondja, hogy Irán zöld utat kap, Hizbollah zöld utat kap, Szíria zöld utat kap, az arab országok zöld utat kapnak, és nyugodtan kritizálhatják, bírálhatják, támadhatják Izraelt. Ami egyébként azért is érdekes, mert Netanyahu és Putyin között is egy korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolat volt eddig, illetve én pont egy másik adásban beszéltem arról, hogy aggódva figyelem azt, ahogy a nyugat a muzulmán országok kezébe löki Putyint, vagy karjai közé löki Putyint, meg Oroszországot. Ez pontosan így történik. Netanyahu egy fantasztikusan jó diplomata. Ő nagyon tudja azt, hogy kivel, hogyan kell egyensúlyozni azon a bizonyos kötélen. És a Putyin a Netanyahut mindig nagyra tartotta azért, mert a Netanyahu egy okos ember, egy kellemes ember, és a Netanyahu egy tapasztalt politikus, egy államférfi. És a Putyin emiatt őt nagyra tartotta. Ez össze se lehet hasonlítani a Jair Lapiddal. Úgyhogy az, hogy fölrúgni ezt a több évtizedes jó kapcsolatot az oroszokkal, ez egy óriási hiba. Az oroszok rúgták fel, vagy Izrael? Izrael, persze. A Lapid rohant, és rögtön akkor, amikor történt, ami történt, és még mindenki azon reménykedett, hogy na majd visszahúzzák magukat, tehát nem lesz itt ebből eszkaláció, ő már akkor mondta, hogy ő majd csak nem, hogy megszakítjuk a kapcsolatot Oroszországgal. Ugye azért érdekes, mert ilyen szempontból még Naftali Bennett is a háború első napjaiban talán ő volt az első vezető, aki Oroszországba utazott, tehát Moszkvába utazott először, és láthatóan igyekezett kimaradni a konfliktusból, még ugye akkor indultak ezek a kemény mondatok a holokauszthoz hasonlítva a mostani helyzetet. És ezt tette azért, mert ő nyilván konzultált a Netanyahuval, és nyilván a Netanyahu szólt neki, hogy csinálj valamit. És most a Netanyahu azt is mondta ebben a legutóbbi interjújában a USA Today-ben, hogy ő nagyon reméli azt, hogyha Izrael miniszterelnöke lesz, akkor ő lehet az, aki a közvetítő lesz, és akit mindkét fél elfogad. Látsz erre esélyt? Mintha Izrael egy kicsit azért földrajzilag távolabb lenne Oroszországtól és Ukrajnától, akár még Törökországhoz képest is. Igen, szerintem ő az egyike lehet. Én nem gondolom, hogy az egyedüli. Ő az egyike lehet, mert ő bizalmát érvezi Putyinnak, és a Zelenszkij is el kell, hogy fogadja. Meg hát addig jó, amíg Izrael közvetítő, és nem áldozat ebben a történetben. Így van, és nem fegyverszállító. Igen. Na, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, ma is nagyon sok izgalmas dolgot tudhattunk meg. Ádám Ráhellel beszélgettünk, köszönjük. Én is köszönöm.